Hogy foglalná össze egy 35 éve vagy 30 éve társadalmi munkás a Pázmánd sport életét, a foci életét, néhány mondatban, mik a legfontosabbak? Itt Pázmándon az a cél, meg eddig is az volt a cél, hogy pázmándi fiataloknak tudjunk biztosítani sportolási lehetőséget. Ezzel foglalkoztunk, és nagyon sok segítséget kaptunk a szurkolóktól, sportbarátoktól, és az önkormányzat is mindent megtett azért, hogy a fiatalok méltó körülmények tudjanak sportolni. A célkitűzések a továbbiakban. Szeretnénk feljutni a megyei másodosztályba. Ifjúsági csapat, felnőtt csapatnál licences edzők foglalkoznak a gyerekekkel, attól függetlenül, hogy mindent félretesznek azért, hogy Pázmándon mindenki jól érezze magát. De egy igazi törzsszurkolót kérdezünk meg itt Pázmándon. Milyen a pázmándi csapat? Mióta szurkolsz Pázmándnak, kezdjük ezzel? Nagyon régóta, amióta az eszemet tudom. Csak a Pázmán, csak a Pázmán, csak a Pázmán, héjáó! Mi lesz a jövőben? Csak a Pázmán! Feljutunk, felsőbb osztályba jutunk, onnan pedig csak feljebb. Előre, előre, és utána csak a bajnoki cím. Mindig csak a bajnoki cím. Hajd lesz!